Egy év kihagyás után rendez ismét tornát a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az emléktornát az együttes korábbi centeréről, a júliusban elhunyt Gergely Tamásról nevezték el. A korábbi évekkel szemben az is változás, hogy a csapat ezúttal nem az NB1-re, hanem az NB1B kereti csoportjának küzdelmeire készül. A kék cápák csütörtökön 17 órától a szintén másodosztályú budapesti Honvéd, pénteken 19 órától a Tiszaújváros, szombaton pedig az utolsó meccsen, este 19:30-tól a szlovák első osztályú Kassa ellen lépnek pályára a Continental Arénában. Jó lenne, ha az lehetne a tornának a döntője, ugye ehhez az kell, hogy az előtte lévő két mérkőzést nyerjük meg, de majd meglátjuk, hogy alakul. Természetesen jobb, hogyha nyerünk mérkőzéseket egy felkészülési tornán is, de alapvetően nem az az elsődleges cél, hogy ezt a tornát megnyerjük. Az a cél, hogy megfelelőképpen szolgálja a felkészülésünket és felkészítsen minket a bajnoki rajtra, ahol a tét mérkőzések megnyerése sokkal fontosabb. A felnőtt torna mellett egy U18-as tornát is rendeznek, ahol a kassaiak helyett a Debreceni Sportcentrum csapata szerepel a mezőnyben. A kosaras hosszú hétvége lezárásaként pedig vasárnap a Kossuth téren az országos streetball sorozat 8. állomásán játszhatnak egymás ellen a háromfős csapatok.